Jó estét kívánok, kedves nézőink! Igazi versmondó lány érkezett hozzánk, a víkend első vendége Kovács Petra, a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium tanulója, és az ő, mondhatom, hogy kedvenc irodalomtanára, Jeszenszky András, ugye gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy valahol te fedezted föl Petrában a tehetséget, de ne szaladjunk azért olyan nagyon előre, inkább egy picit vissza a múltba. Mióta jársz te ebbe a gimnáziumba? Most vagyok végzős 4 éve. És mikor történt ez az ominózus eset, amikor kiderült rólad, hogy nem csak kedveled a verseket, hanem kiváló előadó is vagy? Hát kiskorom óta verserek, de úgy komolyabb versmondókra csak 10. kezdtem el járni tanár úr jóvoltából, mert ő mondta, hogy versenyezek. Eddig kiskoromban, meg óvodában csak ilyen kisebb falvakban mondtam mesét, meg verset, szóval. Tulajdonképpen Petra egy rejtőzködő tanulód volt, ugye? Általában vers mondásra buzdítani a diákokat, az mennyire elvetemült elképzelése egy irodalomtanárnak, mondjuk így az új évezredben? Jó estét kívánok én is. Nem tartom egyáltalán elvetemültnek, sőt, én nagyon fontosnak tartom azt, hogy az irodalom szeretete az átörökítődjön a 21. századnak az előre haladó évtizedeiben is. Mindig van ilyen tehetséges diák nálunk is a művészetiben, akit érdemes segíteni, és érdemes akár versenyekre, akár városi ünnepségeken, vagy intézményi rendezvényeken mindenképpen megjelentetni, de ez nagyon fontos, hiszen akkor tudjuk élővé tenni az irodalmat, hogyha nem csak olvassuk, hanem valaki mondja is. Na, hogy történt ez a Petra esetében? Én tudom a történetet, és elég vicces, és elég érdekes. Ez gyakorlatilag egy ilyen 10. osztályos órai, hát nem akarom csúnya mondani, hogy fegyelmezés, de hát ehhez kötődő volt. Ugye nagyon sok volt a beszélgetés az órán Petra és a pattársa között, és egy újabb Petőfivás következett, és én annyit mondtam, hogyha ennyire kommunikáló kedvében van, akkor a következő verset a bemutatáshoz, az elemzés előtt, akkor nem én fogom felolvasni, vagy nem a YouTube-on, ahogy szoktuk egyébként ismert színészeknek az előadásában bemutatni, mert ezt is azért elég gyakran alkalmazom, hanem Petra fogja felolvasni. És hát először húzódozott a dologtól, aztán utána szépen mégiscsak sikerült rávenni, és amikor ezt a verset felolvasta, akkor gyakorlatilag, ha úgy mondhatom, hogy lefagyott az osztály, tehát tényleg olyan átütő erejű volt ott abban a helyzetben is egyébként, ahogyan verset tud mondani, amilyen beleéléssel, hogy aztán ettől kezdve elkezdtünk vele foglalkozni, és iskolai ünnepségeken, meg városi ünnepségen is szerepelt utána, illetve hát itt versenyen is már Nyíregyházán. Aztán persze meg egyéb más versenyekre is eljutott, meg fellépésekre, tehát sok helyre. Ez egy Petőfi vers volt, gondolom, hogy nem készültél rá, tehát ez derültékből illemcsapás volt. Alapvetően azt olvastam rólad, hogy abban is igyekszel egy picit forradalmár lenni, hogy azért nem állsz be a sorba. Tehát volt most egy nagyon szép verseny, ahol ugye hát annak apropóján vagytok itt többek között, hogy a Te aranyok aranya című elnevezésű országos és határon túli szavaló versenyen nagyszerű eredményt értél el, de hát ugye itt is volt egy kötelező és egy szabadon választott vers, és ebben sem volt túl egyszerű a te választásod. Szóval mindig valahogy, mint aki akarná lógni a sorba. Szerinted fontos az, hogy egy előadó művész igenis legyen egyéniség, és ne álljon be a többi témába? Szerintem fontos, de nem erőltetve csinálom, kiskorom óta kicsit másabb vagyok, mint a többiek. Eleve az, hogy most, hogy látom, hogy a mai fiatalok hogy beszélnek, hogy kommunikálnak, hogy nem tudnak megnyilvánulni, nekem ez olyan frusztráló, hogy a magyar nyelvünket ennyire nem tartjuk fontosnak. És én nem direkt, de szeretnék kilógni, igen, ebből a sorból. Egyébként így, ahogy beszélsz, egy nagyon kis visszafogott, szerény, leányzó benyomását kelted, el tudom képzelni, hogy amikor kinnálsz a színpadon és átlényegülsz, teljes testeddel, lelkeddel szavalsz, akkor valamiféle hihetetlen karizma árad belőled. Kik a kedvenc magyar költőid? Radnóti Miklós és József Attila. És a világirodalom nagyságai közül? Magyar, én csak azokat szoktam olvasni. Mindegyiket szeretem, de ők, akik
kedvenceim kiskorom óta. Ugye említetted, hogy például a YouTube-ot használjátok arra, hogy színész óriások mondjanak verset. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy közel hozzuk az irodalmat. Én a múltkor éppen a fiammal arról beszéltem, hogy például a történelem órán is annyi olyan film van, ami bemutat bizonyos történelmi korszakokat, vagy korokat, tehát hogyha közel hozzák egy picit a fiatalokhoz a világot, vagy a történelmet, vagy akár az irodalmat, akkor jobban bele tudják magukat élni, és könnyebben fogyaszthatóvá is válik. Mik azok az eszközök, még azok a lehetőségek, amivel egy kicsit lehet érzékenyíteni a mai fiatalokat? Hogy látod? Én egy pillanatra visszatérnék ehhez a színészes interpretációs dologhoz, mert ennek kettős szerepe van. Ugye voltak olyan színész óriások, ahogy te mondtad is, akiket a mai nemzedék már nem feltétlenül ismer, és gyakorlatilag kettős célt lehet elérni, egyrészt a vers átélésében segít mindenképpen, másrészt pedig megismerhetnek olyan színészeket, mint például Latinovics Zoltán vagy Mensáros László, akiket mi még ismertünk, akár úgy, hogy gyermekkorunkban még aktívak voltak, vagy fiatalkorunkban. Ez a nemzedék már nem ismeri őket, hiszen korábban elhunytak. Egy kettős hatás ez, és én ezt nagyon fontosnak tartom. Irodalom órán pedig azt, hogy párbeszédes legyen. Tehát nem úgy, hogy végigmegyünk egyfajta akár előre általam legyártott vázlatrendszeren, hanem úgy, hogy valóban próbáljuk élővé tenni azt az adott költeményt, és együtt megbeszélni, megtárgyalni, mert sokkal inkább érzi a sajátjának mondjuk a tanuló azt az elemzést, amiben ő is részes. Tehát ő maga is véleményt alkot, megfogalmaz dolgokat, az sokkal hamarabb átjön, hogyha ezt a kifejezést használjuk, és sokkal hamarabb megragadja őket. Ez egyértelműen látható az elmúlt években, hogy tapasztalom, ez nagyon jó, tehát ez beválik. Az jutott eszembe még, hogy viszont vannak olyan mechanikus dolgok, például ezek a memoriterek, vagy maguk, ugye például a nagymamáink idejében rengeteg verset kellett megtanulni a diákoknak. Ma már ez nem feltétlenül cél. Ugyanakkor pedig hát annyira hiányos a klasszikus műveltségünk, akár a magyar irodalmat tekintve, hogy gyakorlatilag nem nagyon, ha megállítasz az utcán valakit, nem biztos, hogy el tud mondani egy magyar verset. Lehet-e ezt kötelezővé tenni, hogy minden évfolyamban, mit tudom én, tanuljanak meg legalább 5-6, legalább magyar verse. Én a közhelyeket nem szeretem, de sokszor valóban a kevesebb, a több elvén végig gondolva nem biztos, hogy a mennyiség az igazi, hanem inkább a minőség, ahogyan te is mondtad. Tehát, hogy próbáljunk meg olyan benyomást kelteni bizonyos művekkel, és akkor lehet, hogy jobb, hogyha kevesebb, de akkor azokat valóban a maga mélységében ténylegesen megismerni. Igen, a memoriter kevésbé jelenik meg ma már. Amivel én inkább problémát látok, az epikus műveknek a köre, tehát ott azért egy jelentős változtatásra szükség lenne, mert főleg a 9-10. Évfolyamos epikus műveknek a területén egyre nehezebb elérni azt, hogy egyáltalán az elolvasás megtörténjen. 11-12. Már nem, tehát azok, amelyek azokon az évfolyamokon fordulnak elő feljebb, ott már nincsen probléma igazából vele. A 9-10-essel van, abban én azt gondolom, hogy kellene valamiféle változtatást végrehajtani, és megnézni azt, hogy mi az, ami középszintre, mi az, ami emelt szintre való, és ehhez radikálisan hozzá kellene most már nyúlni. Azt gondolom, hogy ha az oktatás politikai reformokról beszélnénk, akkor általános iskolába is visszanyúlhatnánk, ugye az olvasás megszerettetése is egy nagyon neuralgikus pont, hogy mit adunk a gyerekek kezébe. Egy picit azért Petrát szerepeltessük, hamarosan verset is fog nekünk mondani. Mesélj egy kicsit erről a versenyről. Milyen élmény volt, hogy érezted magad, mi volt a legkülönlegesebb élményed? Hát ugye itt volt először az elődöntő, akkor egy olyan szabadon választott verset választottam, ami tetszett, csak nem éreztem magaménak, ezért azt lecseréltem egy másik versre. Annak a kiválasztása is elég bonyolult volt nekem, mert elolvastam az egész Arany János kötetet, mert nekem muszáj átérezni a verset ahhoz, hogy elő is tudjam adni, és így elég nehéz választani. A versenyről nekem egy nagyon jó élmény volt, főleg, hogy a kedvenc színészem is ott volt. Igaz, nem a zsűriben, de Csőre Gábor jó volt látni, meg hozzám adott ez a verseny tényleg. Megismertem embereket is. Azért is nehéz talán, mert 18 évesen ugye sokszor mondja a zsűri ilyen versenyeken, hogy még nem élheti át ezeket az érzéseket, hogyha nem volt annyira megtépázott, és hát azért feltételezzük, hogy azért a szerencsés élet tedd van, akkor nem olyan nehéz, ugye? De mégis valahol, hogyha az embernek egy kicsit színes a lelkivilága, sokat olvas, empatikus, akkor talán bele tud helyezkedni akár egy középkorú férfi gondolatvilágába, vagy életébe is. Úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy mit fogsz most nekünk szavalni, mi lesz az, ami a nézők számára is közkincs lesz hamarosan. Elmondod, hogy mit szavalsz? Vagy majd csak fokozva ott néhány másodperc múlva fogjuk. Arany Jánostól a fiamnak.
Tehát ez volt az a szabadon választott. Szabadon választott vers. Talán még annyit, hogy milyen értékeléseket kaptál, mit mondott a zsűri? Hát így személyre szólóan nem kaptam értékelést, de úgy vettem észre, hogy ami látszott az eredményeken is, hogy mindenki annyira túlzásba akarja vinni, szóval nem szavakkal akarja kifejezni az érzéseit, hanem nekem már erőltetett, amit néhányan mondanak, és ennyit, hogy néha kevesebb több. Úgyhogy... Úgy látom, hogy tanár úr gondolatai azok valahol ott ülnek. Büszke vagy, amikor igen, ilyen diákjaid vannak? Igen, és arra külön, hogy ugye Petránál ezek a versválasztások, ezek sajátok mindig, tehát annyira autonóm személyiség, hogy persze nyilván az ember egy kicsit irányítgatja azt, hogy ne legyen mondjuk valami nagyon sztereotíp, tehát hogy nagyon gyakran szavalt vers, de egyébként ahány versenyen eddig részt vett, vagy fellépésen, ott saját maga választ mindig költeményt. Hát köszönjük szépen, köszönjük, hogy itt voltatok, a nézők pedig hamarosan élőben hallhatják Petrát szavalni. Arany János fiamnak. Hála Isten, este van megint. Mával is fogyott a földi kín. Bent magános, árva gyertya ég. Kívül leskelődik a sötét. Íj soká, fiacskám, miért vagy ébren? Vetve ágyat puha melegen, kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Látod, én szegény költő vagyok. Örökül hát nem sokat hagyok. Legfőlebb mocsoktalan nevet, a tömegnél hitvány érdemet. Ártatlan szívet tavaszkertében a vallást, ezért öntözgetem. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Mert szegénynek drága kincs a hit, tűrni és remélni megtanít. S néki, még a sír rá nem lehel, mindig tűrni és remélni kell. Ó, ha bennem is, mint egykor, éppen élne a hit, vigaszul nekem. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Majd, ha játszótársaid közül munkahéjjel, úgy lehet korán, s idegennek szolgálsz eszközül, ki talán szeret, de mostohán. Balzsamul a hit malasztja légyen az elrejtett néma könnyeken. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Majd, ha látod, érzed a nyomort, melyet a becsület válla hord, megtiporva az erényt, az észt, még a vétek irítségre készt. S a butának sorsa földi éden, álljon a vallás a mérlegen. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem, és a felnövén tapasztalod, hogy apáid földje nem honod, s a bölcsőd s koporsód közti űr századoknak szolgált mesdjeül. Lej vigasztalást a szent igében, bújdosunk-e földi téreken. Kiskacsúid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Ó, remélj! Remélj egy jobb hazát, s benne az erény diadalát, mert különben sorsod és a föld Isten ellen zúgulódni költ. Járj örömmel álmaid egében, útra valód, egy csókom legyen. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Kedves nézők, azt gondolom, hogy
Nagyon szerencsés az, akinek olyan élete van, hogy időnként le tud ülni, meg tud pihenni, és ez nem csak az évnek ebben a bizonyos lecsendesedett adventi időszakában jár neki, hanem máskor is. Sokszor gondolkodom azon, hogy vajon ez rajtunk múlik-e, hogy ebből a mókuskerékből kiszálljunk, vagy lelassítsunk, vagy tényleg valamiféle felsőbb irányítás hatására elrabolják az emberek idejét, és ettől állandó stresszben él. Nem tudom, hogy így van-e. Vendégünkkel Lupák Éva, a klinikai pszichológussal, többek között erről is fogunk beszélni. Jó estét, szia Évi! Szia. Gyakorlatilag ugye az advent még nem igazán a kellős közepén, de az elején tartunk, és ugye mindenhonnan azt harsogják, a média is, akár magunkra is gondolok, hogy ilyenkor már el kell csendesedni, befelé kell fordulni, le kell egy picit lassulni, és rá kell készülni az ünnepre. Ugyanakkor pedig hát az emberek nagy részének arra sincs ideje, hogy levegőhöz jussanak. Mekkora ellentmondást generál ez az emberi lélekben? Nagyon jó lenne, hogyha ez az időszak erről szólna, hogy egy kicsit tényleg lecsendesedjünk, és hogy lezárjuk az évet, mert igazából december van, és hogy lehetne valami olyan lekerekítés ennek az időszaknak, ahol egy kicsit meg tudunk pihenni, egy kicsit tudunk relaxálni, kicsit tudunk a családunkra, magunkra figyelni. Azonban azt tapasztalom meg, szerintem mindannyian azt tapasztaljuk, hogy ez pont az ellentétébe fordult át, és hogy paradox módon ebben az időszakban hajtunk a legtöbbet, ebben az időszakban akarunk mindent belezsúfolni, és mindent azon megcsinálni és elérni, és nyilván ez okoz olyan tüneteket, hogy azt érezzük, hogy túlhajszoltak vagyunk, nem biztos, hogy úgy meg tudjuk élni azt a pillanatot, amit egyébként egész évben tervezünk, hogy nem majd karácsonykor jól kipihenjünk magunkat, és ez nagyon sokszor ilyen ellentmondásba ütközik egymással, a csendesség és a hajtás, a túlhajszoltság. És szinte mindennaposak azok a tapasztalatok, hogy beesnek szinte a karácsonyfa alá az emberek, az anyukák igyekeznek, nem tudom, olyan repertoárt az asztalra varázsolni, amit egész évben se főztek össze, és valahol aztán elvész mindennek az öröme. Tehát nem is igazán tudunk örülni ennek. Lehet-e ezzel ellen egyáltalán tenni? Pszichológushoz kell fordulni, vagy elég, ha az ember a mindennapi pszichológiát és a nőklapja pszichológia extrát lapozgatja, vagy nézi a YouTube-on, a különböző relaxációs videókat, mi a teendő? Nagyon érdekes, hogy a karácsonyi stressznek a fogalma egyébként már egy létező fogalom, tehát már használjuk ezt, hogy igen, van adventi karácsonyi stressz, és azt gondolom, hogy ez egy átmeneti időszak, tehát ez nem feltétlenül válik kórossá, szóval, hogy ez egy megváltozott helyzet, nem tudunk megfelelően alkalmazkodni, tehát egy olyan stresszt jelent. Tudatos tervezéssel lehet csökkenteni ennek a feszültségét. Nyilván ezt még nem vagyunk elkésve, mert időben vagyunk annak, hogy egy kicsit visszavegyünk a saját elvárásunkból, illetve azokból, amiket azt gondoljuk, hogy meg kell csinálnunk ahhoz, hogy tökéletes karácsonyunk legyen, és hogyha egy picit próbálunk befelé figyelni, és tudatosabban gondolkozni, hogy mi is fontos igazán, és hogyha ezt így mérlegre helyezzük, akkor azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell pszichológus segítség, csak egy kicsit a saját segítségünket igénybe venni, ami ott van, csak nem feltétlenül vesszük ezt észre. Tehát egész egyszerűen le kell érni, hogy mint egy újra tervezést, hogy mikor mit szeretnék, ahhoz nagyjából tartani magunkat, és esetleg megkérdezni a családunkat, hogy akar-e mondjuk 15 fogást, és egy roncsmamát, vagy megelégszik mondjuk egy hagyományos vacsorával, és egy vidám sugárzó szülőpárossal. Meg hogy azt a kérdést is érdemes feltenni, hogy kinek akarunk megfelelni. Tehát, hogy most ez valóban a családunk elvárása, hogy minden tökéletesen és tényleg 15 fogásos menüvel várjuk őket, vagy pedig ez valamilyen elképzelt elvárás, vagy a saját belső magas szintünk elvárására akarunk megfelelni, vagy egyáltalán arra, hogy ezt látjuk a tévéből, az újságokból, hogy néz ki a reklámokban a tökéletes család, a tökéletes boldogság, és hogyha ezt nem érezzük, akkor vagy mi nem tudjuk ezt megtenni, akkor nyilván egy szorongás keltődik bennünk, de hogy ez valójában a mi szorongásunk, vagy egy ilyen beépített szorongás, mint ugyanúgy az ajándékok vásárlásával, és azt gondolom, hogy már ilyen nagyon szélsőséges mértékeket veszünk fel, vagy vesznek fel az emberek. Én azt is látom, hogy nagyon sokan próbálkoznak különböző alternatív módszerekkel, tehát jogáznak, látókhoz és különböző terapeutákhoz mennek, mert érzik valahol, hogy ez a nyomás más ott van, és ez nem egy kitaláció, és valóban fizikai tüneteket is eredményezhet, de mintha nem lenne több egészséges ember ennek ellenére is, és nyilván nem akarok csúnya szavakat használni, de úgy tűnik, hogy nagyon sok az őrült ebben a világban. Tehát akár tényleg a szociopaták, pszichopaták, mintha minden bokorban teremne egy-kettő.
mi is ezt tapasztaljuk egyébként a gyakorlatban, hogy valahogy, mint hogy egy kicsit ilyen értékválságban lennénk, tehát hogy nem biztos, hogy azokat az értékeket valljuk elsődlegesnek, amik valójában fontosak akár az emberi kapcsolatok szempontjából, és ez az eltorzultság vezethet ahhoz, hogy kevésbé vagyunk empatikusak, kevésbé vagyunk figyelmesek egymással szemben, és hogy olyan szintű nyomás nehezedik ránk, amit nem tudunk sokszor önmagunk kezelni, és ilyenkor azért szükség van szakemberre, nem feltétlenül Karácsony kapcsán, hanem hogyha egy kicsit globálisabban vagy komplexebben nézzük a témát. Mekkora a felelőssége például azoknak a, mondjuk az internetnek ebben, hiszen én azt látom, hogy sokan panaszkodnak arra, hogy nincs idejük, ugyanakkor az internet előtt pedig órákat tudnak eltölteni, vagy a telefonjukba mélyedve, tehát az egész világ a telefonjához van hozzákötve. És ugye az interpersonális kapcsolatok is elsivárosodnak, mert biztos megéltette is, hogy egy buliban mindenki a telefonját nyomja, és küldözgetjük egymásnak a dolgokat, miközben senki nem szól a másikhoz egy szót se. Az internet is egy ilyen kétélű fegyver, hogy egyrészt nagyon jó, hogy minden információt azonnal meg tudunk szerezni, és jó, hogy kapcsolatba tudunk lépni emberekkel, viszont ténylegesen egy ilyen hézagot, vagy egy ilyen nagyobb teret teremt az emberek között abból a szempontból, hogy kevés időt fordítunk arra, hogy valóban leüljünk és egy jót beszélgessünk, és talán ezért is furcsa az, hogy karácsonykor, mikor összejön az egész család, akkor valamiféle kommunikációt kellene létrehozni, de valahogy elszokunk ettől a fajta beszélgetéstől, amikor szemtől szembe kell felvállalni a gondolatainkat, nincs idő átgondolni, hogy mit pötyögünk be, hanem azonnal válaszolni kell. Ez azért a mai fiataloknak szerintem egyre nehezebben megy, és egyre több kommunikációs probléma jelentkezik ezáltal. Ha már itt a karácsonyról és a szeretetről, meg a családról is ugye beszélgetünk, hiszen mindez összefügg, ha az ember a karácsonyra gondol, akkor dobogó tűzre, karácsonyfára, vidám gyerekekre, farokcsóváló kutyára és kötögető nagymamára, de sokan vannak, akik egyedül élnek, és most itt nem csak azokra az nyugdíjasokra gondolok, akinek mondjuk elhalt már a hozzátartozója, vagy a férje, felesége, hanem ugye az egész társadalom szintén arra épül, hogy légy önmagad, valósíts meg önmagad, de ezzel párhuzamosan a szingliség is menő, sokan élik meg a karácsony estét egyedül. Ilyenkor kimondottan ugye több az öngyilkosság, vagy az öngyilkossági kísérlet, tehát még inkább ebbe az elmagányosodásba érzi magát nagyon sok ember. Vannak ilyenkor olyan lehetőségek, vagy élnek még mondjuk ilyen lelki segélyvonalak, ahol esetleg ezek az emberek tudnak egy kis segítséget kérni, vagy tényleg beszélgetni valakivel. Ténylegesen felerősíti a magányérzését a karácsony, hiszen erről szól, hogy együtt kell lenni a szeretteinkkel. Vannak olyan vonalak, ahol elérhető segítség, illetve azt gondolom, hogy azt is megszabad egy kicsit magunknak engedni, hogy egy picit szomorúak legyünk akkor, hogyha ténylegesen ez az érzésünk. Azonban ha azt érezzük, hogy nagy a baj, vagy nem tudunk már ezzel magunk megbirkózni, akkor mindenképpen a szakembert javaslom, mert tényleg végzetes következménye lehet annak, hogyha nincs időben felfedez, vagy valaki ilyen problémával szenved. És még egy dolog jutott eszembe, ugye a karácsony az adásról is szól, és nagyon sok embernek nincs például ajándékra karácsonyfára valója, tehát hogyha esetleg egy picit az önkénteskedést, az adakozást is be tudnánk csempészni, mint terápiát, hiszen az az ember, aki magányosnak és esetleg hiába valónak érzi magát, valószínűleg, hogyha kap egy célt, és kap egy mondjuk egy olyan családot, ahol az ő segítsége is elkér, akkor egyből más színű lesz a karácsony a számára. A Grinch című mese jutott az eszembe. Te hol töltöd, vagy hogy töltöd majd a karácsony? Vagy mennyire vagy a karácsonyi stressz által veszélyeztetve? Én igyekszem csökkenteni a stresszeket, és igyekszem nem mindenhol ott lenni, és mindennek megfelelni, és tanulom, hogy hogyan tudok szelektálni és nemet mondani, de egyébként azt gondolom, hogy ezt rá lehet erre hangolódni, és lehet békésen tölteni a karácsonyt, hogyha levesszük ezeket a terheket. Te ugye a Nyíregyházi Kórházban dolgozol, az onkológián nagyon sok beteg ott tölti a karácsonyt. Az ő karácsonyukat hogyan lehet szebbé tenni? A kórházban eltöltött karácsony az mindig nagyon nehéz. Azt látom, hogy aki hazaengedhető, azt általában
általában igyekeznek a szeretteik közébe hazaengedni. A kórházban azért figyelünk rá, hogy karácsonyi hangulat legyen, fel vannak díszítve a folyosók, próbáljuk egy kicsit meghittebbé tenni azok számára, akik kénytelenek ott tölteni ezt az időszakot. Igen, és hát ugye talán ez is egy nagy öröm, hogy most már a nyíregyházi kórháznak szinte valamennyi osztálya tényleg európai szintű, és valóban szép környezetben tölthetik a karácsonyt azok is, akik még valamilyen betegséggel harcolnak. Hát köszönjük szépen, Éva, hogy eljöttél, és boldog karácsonyt kívánunk neked. Viszont kívánom én is mindenkinek.